Következő előadónk dr. Csicsor János, akit nagyon örülünk, hogy ellátogatott hozzánk Szegedre. Amiről ő beszélni fog, az élőanyag teóriája dr. Szent Györgyi Albert professzor nyomán. Átadom a szót és a mikrofont, és várjuk nagy figyelemmel az előadást. Köszönöm. Szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a lehetőséget és a meghívást. És ha már egyszer így Szeged városában vagyunk, akkor úgy gondoltam, hogy ezt mindenképpen összekötném Szent Györgyi Albert nevével és az ő munkásságával, mert amit én csinálok és a húsavak kutatása, az valahol egy kicsit összeér ezzel az egész témával, amit Szent Györgyi már nagyon régen feszegetett. Nem ezért kapta a Nobel-díjat, de C-vitaminnek kapta, de ezért is megérdemelt volna egyet, ez biztos. Ugyanis a világ még csak most tartott, hogy ezeket a dolgokat kezdünk rájönni. Tehát az anyag élő állapota, ugye nem kell megijedni, mert nem kémiai órát szeretnénk tartani, de ez biztos mindenki ismeri ezt a periódusos rendszert. Ugye ennyi jelen van a Földön. Ebből van minden. Az élő, az élettelen, ennyi van. Tehát ezek azok az elemek, amiből az a bolygó, az ember, meg a növények, meg minden felépül. És jó, és akkor a kérdés ugye, hogy ezekből az elemekből hogy lesz élő anyag. És ezt feszegette Szent Györgyi, ugye, ezen is gondolkodott. Ahol ő elkezdett ezen gondolkodni, ahonnan ide eljutott, az a ketté vágott alma. Ugye azt figyelte meg, azt a folyamatot, hogyha elvágunk egy almát, nagyon gyorsan megbarnul az a friss felület, hogy milyen biokémiai folyamatok játszódnak le ott. Vagy ha leszakítunk egy falevelet a fáról, ami még 5 perccel élő anyag volt, leszakítjuk, és 10 perc múlva az még ugyanolyan falevél, de már nem élő anyag. Mi a kettő közt a különbség? Hol van ennek a biokémiai nyitja, hogy mitől él valami, és mitől nem él? Ugye az ő idejében már feszegették, vagy már eljutott oda a tudomány, hogy a sejtek belsejében lévő életfolyamatokat is kezdtük érteni, és egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy minden sejtben a központjában van egy olyan rész, ahol az energiatermelő folyamatok lejátszódnak, ami az energiát termeli. Ezt nevezték el sejtlégzési láncnak, és ezen a sejtlégzési láncon keresztül elektron áramlás folyik. Folyamatosan elektronok mennek át a sejteken. És Szent György is így fogalmazta meg az élő állapotot, hogy az élő állapot az folyamatos elektron áramlás az anyagon keresztül. Tehát folyamatos elektron áramlás. És ő az, aki ezt felismerte, hogy a fehér jég, sokáig vita folyt ebben, és az ő idejében még kis nevették ezért Szent Györgyit, hogy azt mondta, hogy a fehér jég vezetik az áramot. Mert ugyanis kivették az élettelen fehérjét, elkülönítették, megnézték, és nem vezeti az áramot. De csak igen, csak amikor az a fehérje élő állapotban van, akkor vezeti az áramot. Tehát ott kellett volna vizsgálni a sejten belül, és ez, amit ő fedezett fel, ő írt le először. Ugye, ha most kimondjuk azt, hogy az élő állapot egy folyamatos elektron áramlás, akkor ez egy csomó kérdést felvet. Leginkább azt, hogy mi tartja életbe ezt az áramlást. Tehát bennünk, minden sejtünkben folyamatosan elektronok áramlak. Ez gyakorlatilag ugyanaz, mint az áram. Szó szerint az áram, az elektronos áram, az elektronos kábelekben is elektronok áramlak. Csak a bennünk folyó áramok sokkal kisebbek. Ugye a minden sejtben benne van ez az úgynevezett citrátkör, amit a tudomány ma is Szent Györgyi ciklusnak nevez. Ugye ez az a biokémiai folyamat, ahol a tápanyagból a tápanyagot a szervezet és a sejtek lebontják, és abból energia keletkezik. Ezt ha most nem menjünk ennek a részleteibe bele, ha messzebbről megnézzük, kimondhatjuk, hogy ez a citrátkör, a Szent Györgyi Krebs ciklus, ez gyakorlatilag egy elektron szivattyú. A tápanyagokból elektronokat szív ki, és ezt áramoltatja át a szervezeten. Ebben a citrátkörben ATP molekulák keletkeznek,
itt is a tudomány kezd egy kicsit már ebbe az irányba elmenni, mint már Szent Györgyi megmondott, hogy az ATP molekuláknak nem az az elsődleges szerepük, hogy energiát tárolnak, hanem az ATP molekulák teszik vezetővé a fehérjéket. Ez most lehet, hogy az én biokémia vizsgán engem kirúgnálok, de a nagyon sok publikáció szól már erről. Tehát az ATP elsődleges szerepe, hogy a vezetővé teszi a fehérjéket, félvezetővé, és ahhoz, hogy élő állapot létezzen, ez nélkülözhetetlen. Tehát a fehérjék félvezető állapota és a víz. A vízről majd minden később még beszélünk. Ugye, ha most ezt kimondjuk, hogy a sejtjeinkben, az egész szervezetünkben elektromos áram folyik, folyamatosan áramlanak az elektronok, akkor mi következik ebből? Hát ugye a fizikából mindenki még biztos emlékszik az elektromágneses indukció törvényeire, ami azt mondja, hogy ha egy mágneses térben elektromos áram folyik, az újabb mágneses teret generál, hogyha a mágneses térben vezető elmozdul, akkor ott elektromáramlás folyik, tehát oda-vissza működik. Na most ha megnézzük, ugye, hogy az egész bolygó egy nagy mágnes, van egy északi és egy déli pólusa, és mindenki, az egész, minden élőlény egy mágneses térben élünk, és ha a sejtjeinkben áram folyik, akkor nyilván van a kölcsönhatás. Tehát rengeteg oda-vissza kölcsönhatás van, következik abból csak, hogy egy mágneses térben élünk, és áram folyik bennünk. Az egész fizikai testünk, a növények, az állatok, az ember fizikai teste ebben a környezetben fejlődött ki, ehhez vagyunk szocializálókban mondhatnám, ebben a Föld mágneses terében, a kozmikus sugárzásokban és a földsugárzásokban, tehát ebben a rendszerben fejlődött ki az ember. Kicsit nézzük meg tovább, hogy mi következik még ebből, ezek még csak egyszerű fizikai tények. Ugye a Földet körülveszi egy úgynevezett Schumann rezonancia rendszer, ez olyan nagyon alacsony frekvenciák, 7-től 50 Hz-ig, ez most már ki van mérve tudományosan, és milyen, ezek után talán nem is meglepő, hogy az agyhullámok frekvenciája is pontosan ebben a tartományban esik, tehát nagyon ilyen 10-10 körüli Hz tartományban. És ami megint csak a legújabb kutatásoknak az eredménye, ezt még én is ezen megdöbbentem, hogy egyértelműen kimutatták, hogy az emberi agyban grammonként több millió mágneses kristályt találtak. Több millió grammonként. Hát, ugye akkor most, ha az egészet így összerakjuk, akkor nyilván ez az alapvető a rendszernek a része, hogy ezek az elektromágneses kölcsönhatások, ezek hatnak az élő anyagra, mindenre, ami bennünk van. Tehát most egy kicsit ezt az egész részt így összefoglalva, tehát a sejtjeinkben elektromos áram folyik, az elektromos áram ténylegesen is, ami a vezetékekben folyik, az is elektronok árma, és ezt az egész jelen technikai civilizációt az elektromos áram tartja életben. Most ha belegondolunk abba, hogy ez mennyire így van, csak kicsit modellezzük le azt, hogy mondjuk mi lenne, ha egy hónapig nem lenne áram a Földön. Ez egész összevonal. Minden az áram, minden az áram. Tehát az ember valahogy az áramra akarja építeni a jövőjét, ez biztos, hogy nem jó út, és ebből egy csomó probléma is akad. Most, hogyha megnézzük azt, hogy az élő állapotot fenn akarjuk tartani, és elektronokra van folyamatosan szükségünk, akkor jogos a kérdés, hogy honnan juthatunk elektronokhoz ahhoz, hogy az élő állapotot fenntartsuk. Négy fő forrása van, vagy négy olyan lehetőség van, hogy fenntartsuk ezt az élő állapotot, vagy az elektronokat gyűjtsünk magunkban. Az egyik a tápanyagokból, ezekről részletesen majd mindjárt beszélek. A másik a fény, a harmadik a víz, a negyedik pedig a földelés. Csak kicsit mindegyikről mondani pár szót. Tehát a tápanyagok. Hogyan jutunk a tápanyagokból elektronokhoz? Ugye az előbb beszéltünk erről a Szent Györgyi Krebs ciklusról, ez egy elektron szivattyú, tehát amit megeszünk tápanyagokat, abból a szervezet elektronokat von ki, abból az
tápanyagból, és azt áramoltatja folyamatosan a szervezetünkben. Most itt egy pillanatra azért meg kell állni ennél a Szent Györgyi Könyv ciklusnál, mert ugye itt van ez a jel, ez a Yin-Yang jel az alján, ezt azért raktam ide, mert ebben a duális univerzumban beélünk. Mindennek van egy, nem azt mondom, hogy jó, van egyfajta pólus, meg van egy ellenkezője. És lehet ezt jónak, rossznak is nevezni, ez filozófiai kérdés, de azzal, hogy a Szent Györgyi Krebs ciklusban elektronok keletkeznek, és ez fenntartja az élő állapotot, ennek van egy mellékterméke, mégpedig az oxidáló anyagok. Szabad gyököket termel ez a Szent Györgyi Krebs ciklus. Ugye a szabad gyökökről azért tudjuk, hogy ezek nem jók, ezek ilyen benne vannak a köztudatban, hogy antioxidánsokat kell szednünk, mert a szabad gyökök eloxidálják a szervezetünket. Ugye ezek olyan oxidáló anyagok, amitől öregszünk. Eloxidálódunk, mint a rozsda. Ugye a vas is megoxidálódik, és akkor elöregszik. A szervezetünkben is ilyen folyamatok játszódnak le. Tehát a Szent Györgyi Krebs ciklus folyamatosan oxidáló anyagokkal termel szabad gyököket, de nyilván a természet, meg az emberi szervezet, meg az élőanyag úgy van kitalálva, hogy erre fel vagyunk készülve, tehát a szervezet termel antioxidánsokat is. Tehát ezt úgy kell felfogni, hogy ez a mondjuk mellékterméke az élőanyag állapot fenntartásának, hogy bizony a roncsolóanyagokat is megtermeljük. De az élőanyagban mindig egyensúly van. Ugye itt az oxidáló, meg az antioxidánsokról annyit mindenképpen azért még elmondanék, hogy vannak olyan antioxidánsok, amiket a szervezet belülről termel, tehát saját maga állít elő ahhoz, hogy a szabad gyököket semlegesítsük. Ilyen a glutáción, a metilglioxán, a flavinadenin, nikotinadenin és mindenféle kinon rendszerű molekulák. Ezeket termeli folyamatosan a szervezet. Kívülről is tudunk bevenni antioxidánsokat, hogy segítsük a szervezetünket. Ezek a C, az A és az E vitaminok, a flavonoidok, a resveratrol, a telítetlen zsírsavak, az omega 3, a DHA, bizonyos ásványanyagok és a hunyisavak, erről majd külön beszélek. Tehát még plusz segíthetünk ezt a szervezetünknek ezzel, hogy ne öregedjen el, ne oxidálódjon el. A hunyisavakról később beszélek, a humuszról, ez egy külön része lesz az előadásnak, most erről többet nem. Akkor most megyünk tovább, honnan juthatunk még elektronokhoz? A fényből. Mégpedig kétféle módon a fényből. Az egyik, az maga a fotoszintézis, amit nyilván mindenki tud, hogy a zöld növényi a klorofil molekulákat, ha elektromát a napsugárzás éri, akkor ott szerves anyag keletkezik, de egy nagyon fontos dolog keletkezik még ott, a fotoszintézis során egy nagy energiájú elektron. Tehát a fotoszintézis is folyamatosan elektronokat termel, nagy energiájú elektronokat. Ezek az elektronok nagyon nagy energiájuk, közvetlenül a biokémiai folyamatokban nem tudnak részt venni, mert nagyon nagy az energiájuk, tehát ezeknek le kell bomlani, le kell degradálódni kisebb energiájú elektronokká. Ezekre a szervezet fel van készülve, és megvannak azok a molekulák, amik ezt le tudják aprózni, ezt a nagy energiájú elektront. A másik, ami szintén a fénnyel kapcsolatos, kémiai reakciókban is keletkeznek elektronok. A D és az A vitamin, ha fény éri, napsugárzás éri, akkor ott elektronok keletkeznek. Ezek is nagy energiájú elektronok, és ezek is különböző molekuláknak keresztül bomlanak lehet. Ezek közül biztos sokról hallottak, ugye a lutein, astaxantin, beta-karotin, likopin, ezek manapság közismert anyagok, ezek is mind ilyen molekulák, amik a fényt képesek magukba fogadni és elektront gerjeszteni. Egy nagyon különleges dolog az utóbbi évek felfedezései, illetve már régen feszegették ezt a kérdést, ez az úgynevezett határréteg víz. Ennek talán ez a magyar neve. Nem sokat tudunk még erről. Van egy kutató, a Gerard Pollack, aki ezt viszonylag magas szinten
közreadta és sok kísérletet végzett ezzel kapcsolatban. Nem ő találta ezt fel, ezt már az oroszok is feszegették, sőt Szent Györgyi már kimondta annak idején, hogy a fehérje molekulák körül a víznek egy különleges állapotba kell léteznie. És ezt már megmondta akkor. És ez most innen az Zsárlát-Pollak ezt bebizonyította. Ez azt jelenti, hogy az élő anyag felületén néhány molekula réteg vastagságban a víz egy más halmazállapotban van jelen. Ezt most már úgy is nevezik, hogy a víz negyedik halmazállapota. Ez kicsit ilyen kocsonyás jellegű állapot, és itt a víznek a képlete nem H2O, hanem H3O2. Ugye feltehetjük a kérdést, hogy az ember egy biokémiai módon elgondolkodik, hogy hát a sejtekben biztos, hogy nem lötyög a víz. Mert vízes oldat az egész rendszer, hiszen 80%-unk víz, de ez nem egy olyan víz, hogy most a lötyög a sejtbe a víz, hanem ott egy ilyen kocsonyás, különleges állapotban van a víz az élő anyag környékén, és ebben a határrétegben, azért nevezik határrétegben, ez egy nagyon vékony réteg az élő anyag felületén, ha ezt fény éri, itt töltés szétválasztás folyik, tehát elektronok szabadulnak fel. Tehát ez is egy forrása az elektronoknak, maga közvetlenül a napfény. Függetlenül a mindenféle molekuláktól, az élő anyag környezetében a víz így viselkedik. Nagyon a YouTube-on is lehet látni nagyon megdöbbentő kísérleteket, hogy a kapilláris rendszerben, ha nagyon vékony az a hajszálelek, ugye az a nagyon különleges rendszer a hajszáleleink, hogy a hajszáleleink belsejében csak ilyen állapotban van a víz, mert ott olyan vékony, hogy ott már nem lehet más, és hogyha azt megfelelő környezetben van, mondjuk fény éri, de ha fény nélkül is, ebbe magától áramlik a víz. Tehát semmi nem kell hozzá. Egyszerűen, ha olyan vékony az élő anyag, olyan pici a cső, akkor magától áramlik be. De sokáig kérdés volt, hogy mi a hajtóerő? Hát itt van a hajtóerő, a természet ezt zseniálisan megoldotta. Most ha nem nézzük tovább, honnan jutunk még elektronokhoz. Ugye itt ezt külön kiemelném ezt a részt, amit a Szent Györgyi már feszegetett, ugye. Azt mindenképpen kimondhatjuk, hogy víz nélkül nincs kémiai reakció. Itt a Földön az élő anyag környezetében gyakorlatilag a víz mindennek az alapja és a létforrása, víz nélkül nincsenek kémiai reakció. Itt van Szent Györgyinek ez a mondata, ugye ő is már ezt kimondta, hogy a sejtjeinkben nem úgy képzeljük el a vizet, hogy ott lötyög. Tehát az élő anyagban a víz a fehérjékhez kötötten különleges állapotban van jelen, ezt nevezhetjük folyadékkristálynak, mert ugye beszélünk arról, hogy a víz az egy folyadékkristály, hogy programozható, hogy energiákat lehet vele közvetíteni. Ez biztos, hogy így van, mert ez tudományos alapon egyértelműen be van bizonyítva, csak a víznek ez erre a negyedik halmazállapota értendő, az élő anyag környezetében működik ez a rendszer. Ott mondhatjuk, hogy az a víz, az folyadékkristály, és azt lehet programozni. Ezzel a tudománnyal foglalkozik az úgynevezett kvantumholográfia, megdöbbentő dolgokat tudnak már vele modellezni és kivetíteni. Gyakorlatilag egy memória rendszert. És most már ott tartanak bizonyos publikációk, hogy a minden sejtünk, tehát nem csak az agyban van a memória, minden sejtünkben ott van az információ. És képes onnan ki lehet ezt vetíteni onnan. Ez még nem ezotéria, ez még nem ilyen, tehát nem ezotéria, ez úgynevezett tudományos, itt már Gergely is feszegette ezt a kérdést, hogy mit nevezünk tudománynak. Csak egy kis kitérőt, ugye az 1870-es évek, az 1800-as évek közepe fele döntötte el a háttérhatalom, a világ urai, hogy az úgynevezett alkimiát kettészelik. Lesz egy ezotéria, és lesz egy tudomány. Az alkímia a szó szerint azt jelenti, hogy égi kémia. Az az ég. Az Allahban is az van benne. Tehát az égi kémiából csináltak egy materiális tudományt, meg egy ilyen elkent, olyan értelmezhetetlen, nem mindig kicsit ilyen misztikus ezotériát. És azt nevezték tudománynak, ami mérhető. Tehát amit mérni lehet, az egyelő a tudománnyal. Csak hogy mára mindenfajta, én ezt ki lehet mondani, mindenfajta ezoterikus elmélet és teória be lett bizonyítva mérésekkel.
gyakorlatilag ez okafogyottá vált ez a szétválasztás, mert a tudomány mindent be tudott már bizonyítani. Tehát itt lenne az ideje, hogy ezt a két dolgot újra összekapcsoljuk, és legyen egy egységes a tudomány, amiben minden benne van, tehát valami hidat kéne verni a két oldal közé, mert mind a kettő oldalnak vannak igazságai. Még egy fontos része az elektronok áramlásának, vagy az elektron forrásoknak, az pedig a földelés. Ugye azt tudjuk, hogy a földfelszín az negatív töltésű. Ugye ezen alapszik a villámlások meg a viharok léte, amikor a felhők pozitív töltésűek, a föld negatív töltésű, és amikor olyan nagy a feszültség különbség a felhő és a földfelszín között, akkor villám kisül. És ez is érdekes dolog, hogy a villámot úgy látjuk, hogy föntről lefele jön a fény. De előtte már elektronok mentek föl a felhőbe, tehát a töltés kiegyenlítődés is megtörtént, és utána látjuk csak a villámlás magát, a fényjelenséget, tehát itt is töltés kiegyenlítődés történik, elektronok áramlanak. Tehát a föld felszíne az egy végtelen elektron forrás lehetne, de miért nem az? Mert szigeteljük magunkat, körbevesztük magunkat mindenféle szigetelőanyaggal, tehát ha többet járnánk mezitláb, ha többet ölelgetnénk a fákat, akkor elektronokat tudnánk fölvenni, ami ingyen van. És most jogos megnézni azt is, hogyha láttuk, hogy honnan jutunk elektronokhoz, hogy mi az, ami ezt az elektron áramlást gátolja. Tehát mi az, ami az élő anyagban bennünk az elektron áramlást gátolja. Hát az egyik legnehezebb ügy és a legveszélyesebb dolog az sajnos az elektroszmog. Ugye itt van egy ábra, ez nem túlzás, gyakorlatilag ebben élünk. Ugye? És az itt a probléma, hogy az évmilliók során, amikor kifejlődött az ember, meg az élő anyag, nem volt elektroszmog. Elektroszmog az utolsó 100 évben van körülbelül. Tehát ez az evolúcióban, a fejlődés történetben, ez egy olyan sok az emberi, meg az összes élőlénynek, amivel nem nagyon tudunk egyelőre mit kezdeni, rengeteg probléma van ebből. Most már ezzel nyíltan foglalkozik a tudomány, van egy olyan weboldal, egy amerikai weboldal, ahol pontosan ilyen Google alapon működik, hogy mert rábökünk egy pontra és megmondja, hogy ott mekkora az elektroszmog. Aztán érdekes, ezt tudva utóbbi időben ezt sürgőletítják, ezt róla nem használni. Mert túl veszélyes értények vannak. Tehát gyakorlatilag azt mondom, hogy nincs a Földnek olyan zuga már sehol, ahol ne lenne elektroszmog. Valami elektromágneses zavaró sugárzás nincs. És sajnos ezeknek az elektromágneses sugárzásnak a frekvenciája egyértelműen rezonanciában van a bennünk lévő sejtekkel és a bennünk folyó árammal, tehát nagyon nagy a kölcsönhatás. Ugye amit eddig tudományos alaposságban, most azt mondom tudományosan, tehát mérhetően lett bizonyítva, hogy mi az elektroszmog következménye, akadályozza ennek a rendezett vízrétegnek a kialakulását, ami az élőanyag felületén létrejött. Tehát ezt leépíti ezt a réteget. Növeli a vér agygát és a bélfalak áteresztő képességét. Ugye ennek óriási jelentősége van. Ugye az agy nagyon védi magát, van ez úgynevezett vér agygát, ami nem enged át akármit. Az a vérgező anyagok, a veszélyes dolgok nem tudnak felmenni az agyba. De ez az elektroszmog megnyitja ezt a kaput. Ugyanez van a manapság gyakorlatilag népbetegség lett a szivárgóbél szindróma, a glutén probléma, ez is népbetegség. Nagyon sok a mellébeszélés szerintem igazából nincs kimondva, hogy milyennek az oka, és tapogatózás folyik, de a probléma létezik. Az egyik fő oka az a biztos, hogy a GMO, tehát a genetikai manipuláció, a másik fő oka pedig biztos, hogy az elektroszmog. Állatkísérletekben is egyértelműen lehet bizonyítva, hogy nő a bélfalak áteresztő képessége, hogyha magas az elektroszmog szint. Fokozza a szabadgyökök termelődését, tehát el akar oxidálni bennünket, oxidáló anyagok keletkeznek bennünk, ezért fontos, hogy kívülről legyen jobban segítsük a szervezetünket, mert az az egyensúly, ami elektroszmog nélkül
föláll egy élő rendszerben, hogy kívülről ez fel van borítva, mert több az oxidáló anyag, tehát több antioxidáns kéne bevinnünk. Ez egy fontos kérdés. Emeli a kortizol szintet, ugye ez a gyulladással kapcsolatos, tehát egy folyamatos gyulladásban van a szervezet, az megint csak azt jelenti, hogy az immunrendszernek fokozottan kell működni, és sokkal több antioxidáns kéne. Elpárologtatja a vizet. Pont azon a frekvencián működik nagyon sok, mint a mikrohullámú sütő. Ugye a mikrohullámú sütő mit csinál? Felforralja a vízmolekulákat és elpárologtatja. Az elektroszmognak is az egyik hatása ez, hogy gyakorlatilag kiszárít bennünket. Ezért vagyunk áron szomjasak, főleg ilyen klimatizált zárt telekben, ahol tele van elektroszmoggal. És mindezeknek egy ilyen összefonódásaként fokozza a szénhidrátok utáni sóvárgást, tehát ez az édesség utáni vágy, hogy most meg kell lennem a sütemény, vagy valami. Ennek is az egyik oka ez. Ez egyébként azért van, mert az elektroszmog az oxidáló anyagok keresztül energiát vonal a szervezetből, és energiapótlás kell a szervezetnek, és ugye az egyik módja a szénhidrátok. Nem a legjobb módja egyébként, hogy a ketogén diétáról biztos mindenki hallott. Tehát a zsírok és az olajok sokkal-sokkal jobb energiaforrás a szervezetnek, mint a szénhidrátok. Sokkal nagyobb hatékonysággal égnek el a zsírok és az olajok. Úgy lehet ezt mondani, hogy a cukor az olyan kormosan ég el a szervezetbe, egy csomó antioxidáns termel és szabadgyököket. Az olajok, az omega 3 és a telítetlen zsírsavak, ugye a lemmagolaj például, vagy a zsírok, azok hatékonyabb. Ez az alapja a ketogén vagy a paleo étrendnek is. Például aki rákos, annak azonnal meg kéne fejezni a cukor mindenféle formáját. Ugye cukornak nevezzük a cukrot, a pistácukrot, a kenyér, az összes tészta, a krumpli. Ez mind cukor, ugyanis a szervezet számára a keményítő, ami ezekben benne van, az egyenlő cukorral. És ezzel sokan azért nincsenek itt tisztában, tehát ezek mind cukor a szervezet számára, és a rákos sejtek 7-szer nagyobb hatékonysággal használják a szénhidrátokat, a szénhidrát energiaforrást, gyakorlatilag elvonják a szervezettől, ezért van az, hogy sok rákos beteg legyengül, mert a rákos sejtek elszippantják az energiaforrást, és így az egyik leghatékonyabb módja talán, hogyha azonnal átállna, akinek ilyen baj problémája van, azonnal átállna egy ketogén diétára, megszüntetne egy cukorforrást, ez a kiéheztet, meg ott éhen halnak a rákos sejtek, mert ők az olajból meg a zsírból nem tudnak energiát elvetni. Mi az, ami még gátolja az elektronok áramlását? Ugye a műanyagok, ezeket régen úgy is nevezték, hogy kátránykémiai termékek, mert ha belegondolunk, minden műanyag kátránykémiai termék, kőolajból van. Az összes műanyag szó szerint a gyógyszerek, kozmetikai készítmények, a mosószerek, a festékek nagy része mind kátránykémiai termék. Ezeknek olyan tulajdonsága van, hogy ez gyakorlatilag befogja az elektronokat, ilyen csapdába ejti őket. És nem megszünteti az áramlást, az elektron áramlást. Aztán ugye az oxidáló anyagok, mert az oxidáló anyagok is azt csinálják, hogy semlegesítik az elektronokat, megszüntetik az áramlást. Hát oxidáló anyagokkal körül vagyunk véve. Ugye ezek a telített zsírok, a gyulladások, hogy ha fokozott gyulladás van a szervezetben, az mindig oxidáló anyagokat termel, a dohányzás, a radioaktív sugárzás, az UV-fény, az alkohol, és majd még mindjárt beszélek róla, a stressz. Ugye? A gondolatainkkal is el tudjuk oxidálni a saját szervezetünket. Ezzel a Sejnye János foglalkozott. Őt is méltatlanul feledte el a világ, mert ő már abban az időben, amikor ő jött ezeket, mert ő bőven leírta. Hogy bizony a gondolatainkkal meg tudjuk teremteni a betegségeinket is, meg az összes problémáinkat is, természetesen a gyógyítást is. Igen. Tehát ez is már a tudomány, leírták ezt egyébként, tehát fizikusok leírták, döbbenett egyébként, hogy az emberi gondolattal befolyásolni lehet az elektronok mozgását. A fizikai kísérletekben ezt ki tudták mutatni, hogy
ha azt akarom, hogy egy kicsit arra menjen, akkor arra megy. Vagy jobban térüljen el abban a sugárnál, akkor jobban lehet érni. Tehát az emberi gondolattal hatni lehet az elektronokra. Ugye akkor ez már ez sok kérdés fölvet, ha ez így van, hogy akkor bizony az emberi gondolat ereje az talán mégiscsak a legerősebb dolog az univerzumban. A stressz, ugye ezt Sven János bizonyította, egyértelműen a stresszes folyamatok szabad gyököket termelhet. Tehát a stresszes folyamatokkal eloxidáljuk magunkat. És még egyszer kiemelném a szigetelés kérdését, mert ez egyik leghatékonyabb, a természet ott van, az összes, a föld felszín, a növények, a föld, az mind végtelen forrás az elektronoknak. Tehát ha sokat sétálnánk mezitláb, lennénk a természetbe, feltöltődünk. Hát ott van a magyar nyelv egyébként ez a szó, feltöltődünk. Ugye, ez is mondhatnám éppen ezt is jelentheti. Most egy kicsit még messzebbről, ha megnézzük ezt az élő anyag kérdést, ugye Max Planck, aki talán a legnagyobb volt a fizikusok közül, mindenkinek a munkássága, az ő munkásságára alapul. Ő alkotta meg a kvantummechanikát, a kvantumfizikát, mindenki ebből táplálkozott utána. 5 évig volt a fiókjában az anyag, mert nem merte elhinni ő sem, hogy ez így működik. De aztán meg saját magát kellett meggyőzni leginkább. És tartott egy előadást, ahol ő ezt a kérdést feszegette, mert fizikai módon nem értelmezhető. Az anyag élő állapota, az egész elektron rendszer, az egész maga az atomoknak a létezése energetikailag, fizikailag nem megmagyarázható. Márpedig ha ő mondja, akkor higgyük el neki, mert ő volt biztosan a legnagyobb fizikus, aki ebben a 20. század elején az egész technikai civilizációt megalapozta. Tehát ő azt mondta, hogy az anyag önmagában nem létezhet. Tehát minden anyag egy olyan erő által létezik, ami összetartja és vibrációra készteti az atomi részecskéket, és emögött az erő mögött fel kell tételeznünk egy tudatos intelligenciát. Ez az intelligencia hordozója és fenntartója minden anyagnak. Mondta ezt egy olyan fizikus, aki biztosan nem hitt Istenben. Tehát ő sem az ezotériában. Tehát ő egy kőkemény, régi vágású tudós volt, aki csak abba hitt, amit látott és amit ki tudott számolni és meg tudott mérni. És ő is ide jutott. És akkor feltehetjük a kérdést, hogy tudományosan meg lehet magyarázni azt a rendszert, amit biztos mindenki hallott, hogy mondjuk fényevés. Nem kell tápanyag. A tápanyag nélkül is fel lehet tartani egy élő állapotot. Most ezt megnézzük ezek alapján, amiket itt az előbb beszéltem. Ugye ha optimális lenne a napfény, ami nem az, mert a levegő el van szennyezve. Ha optimális lenne a víz, ami ilyen vágyakaton nincs. Ha optimális lenne az elektromágneses tér, hát biztos ilyen sincs, mert ez egész bolygóra kihat ez az elektromágneses smog. Ha optimális lenne a földelési, és nem műanyagpadló, meg nem műanyagpadló cipőben járnánk, hanem természet közelében, és optimálisak lennének a gondolataink, akkor, és ez megint tudományosan ki van számolva, akkor juthatnánk annyi elektronhoz, hogy a szervezetnek nem lenne szüksége ATP molekula termelésre, tehát a Szentgyörgyi Krebs ciklus ki lehetne iktatni ezek közül az elektron források közül. Tehát tudományosan is elvileg létezhetne ez úgynevezett kvantumkoherencia, hogy tápanyag nélkül is fel lehetne tartani egy élő állapotot. Tehát nincs ez kizárva. Tudományosan sincs kizárva. De hát ettől az átlag ember biztos, hogy messze van. Egyszerűen fizikailag nincs rá lehetősége. Ugye fönn a Himalájában, meg a világ egy-két részein, régebben is tudjuk, hogy voltak olyan emberek, akik teleportáltak, akik gondolati úton kommunikáltak, vagy most is vannak ilyenek. Nem sokan vannak ilyenek, de biztos, hogy vannak, mindig voltak és mindig lesznek, mert valahol ők a bizonyítékai annak, hogy bizony nem úgy élünk, ahogy kellene.
És miután ezek a dolgok nem mind teljesülnek, ezért szükség van tápanyagokra. Most egy kicsit ezt a részt lezártam, és egy kicsit belemegyünk két olyan dologba, ami nagyon fontos, hogy honnan juthatunk, honnan lehet ezeket a folyamatokat, amik kívülről gyengítenek bennünket, hogyan lehet ezeket mégiscsak valahogy materiál szinten erősíteni. Az egyik, tehát ez a kérdés, amiről most egy kicsit bővebben akarok beszélni, az az ásványanyagok és a nyomelemek, mikroelemek kérdése. Ugye ez egy biztos fizika, kémia óráról ismert, ez a baloldali ábra, ez a galván elem, ami azt akarja szimbolizálni, hogyha ioncserélt vízbe, vagy desztillált vízbe elektrolákat teszünk, az nem vezeti az áramot. Márpedig az egész a sejtjeink, a vér, a nyirokrendszerben lévő folyadék, az mind elektrolit. Tehát olyan folyadék, ami vezeti az áramot. És mitől vezeti az áramot az elektrolit rendszer? Az oldott ásványanyagoktól. Tehát ionos állapotú oldott ásványanyagok szükségesek ahhoz, hogy a vér meg az egész rendszerünk vezesse az elektronos áramot. És ugye honnan tudunk mi ásványanyagokhoz jutni? Két olyan forrás van a természetben, amiben benne vannak, amiben nagy mennyiségű ásványanyag és mikroelem, nyomelem van. Ez az egyik a föld, a humusz. A másik pedig az óceán, az ős óceán, a víz. Ez a kettő. Egy kicsit most nézzük meg először a humuszt. Hol kezdődött ez az egész probléma? Ja, Gergely is említette ezt a részt, és ő is nyilván sokat foglalkozott ezzel. De ez a Gödöllői Egyetemnek egy kutatási projektje, 60-as években kezdtél, 90-es évekig. Ez egy hosszú tartó tartalmi kísérlet volt, arra voltak kíváncsiak, hogy a gabonafélék és a zöldségféléknek az ásványanyag és vitamin tartalma hogy változott hosszú időn keresztül. És hát 90-ben a rendszerváltás után sajnos ezek a kutatások megszűntek, de hát odáig is elég döbbenetes a kép, hogy szántóföldi kultúrákban és zöldségfélékben is hát ilyen van, ahol a felére, a harmadára csökkent a terményekben az ásványanyag és a nyomelem tartalom, de van, ahol az 5%-a csak például a tejbe, vagy a káposztába, ugye hiába eszik a savanyú káposztát, nincs benne a vitamin, mert az egy óriási C-vitamin forrás lenne, de hát már nem nagyon van benne a káposztába a vitamin. Nagy bajban lenne most a Szentgyörgyi, mert a paprikában nem nagyon találna már C-vitamint. Ja, a talajba kezdődik minden. A talajt azt egy élő lénynek kéne elképzelni, amiben minden van. Tehát mikrobák, egysejtőek, baktériumok, gombák, giliszták, mindenféle. Élő lény lenne. Ugye van a Fehér Dáliennek van egy nagyszerű, egy igazi talajbiokémikus volt. Ő leírta, hogy most nem biztos, jól mondom a számokat, de hogy egy négyzetcentiméteren hány százezer élő lénynek kéne lenni a talajba. Hát ilyen nincsen már. Tehát ha megnézzünk egy szántóföldi kultúrát, a szántóföldi talajt, nyugodtan kimondhatjuk, hogy sterilizáltuk a talajunkat, abban nincs élet. Semmiféle élet nincsen. És aki ezzel a kérdéssel nagyon sokat foglalkozott, és a úgynevezett ortomolekuláris medicina megalapítója, azon kevesebb közé tartozik, aki kétszer kapott Nobel-díjat, Linus Pauling, egy német származású amerikai fizikus, ő már az ő idejében meg tudta mérni, volt a mérés technika azon a szinten, hogy ki tudta mérni és ki merte mondani, hogy egy élő anyag normális működéséhez körülbelül 90 fajta elem szükséges. 90. Ha most megnézzük az Európai Unió hatályos törvényeit, vagy a magyar étrendkiegészítőkről szóló törvényt, ugyanaz, 10 vagy 12 ásványanyagról lehet egyáltalán beszélni. De ugyanez van a takarmánytörvényben, ugyanez van a műtrágyák és a termésnövelő anyagoknál is. Nem is lehet többről beszélni. De 90 kéne.
És a Pauline fogalmazta meg azt a fogalmat is, hogy civilizációs betegség. Ugye mit értünk ezen? A stressz, allergia, immunrendszeri problémák, elhízás, rák, daganatos betegségek. És ő ezt egyértelműen összekapcsolta az ásványok és mikroelemek hiányával. Tehát ő ezt kinyilvánította Nobel-díjasként, hogy a minden baj és fejlődés rendelenség okát az ásványi anyagok és vitaminok hiányával kell keresnünk. Most akkor ugye jön a kérdés, hogy honnan jutunk ennyi fajta ásványi anyaghoz. Az egyik forrása a humussavak, a humusz. Most itt ugye nem azt a humusz kell értenünk, amiben szinte nincsen a szántóföldeken, hanem a humussavaknak van egy olyan forrása, hogy mint a földanyánk tudta volna azt, hogy egyszer majd erre szükség lesz. Évmilliókkal ezelőtt lerakott nekünk olyan rétegeket, olyan ásványi hordozókat, amiben konzerválódott ez a periódusos rendszer. Ezek a humussavak. A humussavak a növények fás részeiből keletkeznek, az úgynevezett humifikációs folyamatokban. Ezeket geológiai időkben kell elképzelni. Ugye az első a növény anyagbomlásának az első fázisa a tőzeg, aztán a lignit, a barna szén, fekete szén, és bármilyen furcsa a végén a gyémánt. Tehát a gyémánt növényi eredetű. Csak sajnos kell várni 20 millió évet. És ebben a folyamatban, itt a tőzeg fázisban kezdenek el keletkezni a humussavak, és valahol a lignit fázisban vannak a maximumon, tehát keletkeznek és el is bomlanak a természetben, a barna szénben már alig van, a fekete szénben már egyáltalán nincs humussal. Mik ezek a humussalok? Ezek egy nagyon különleges molekulák, ugye ezt természet fejlesztette ki. Egyrészt arra, hogy a gyökérrendszeren keresztül a humuszból a növények a leghatékonyabban tudják felvenni a tápanyagokat, tehát olyan molekula formációk, amik az ásványok a mikroelemekkel a leghatékonyabb komplexeket tudják képezni. Másrészt benne van, mondhatnám, az egész periódusos rendszer, kivéve a toxikus elemeket, ugyanis azok a növények, amik millió évekkel ezelőtt éltek, azok nem vettek fel toxikus elemeket, mert nem volt környezetszennyezés abban az időben, tehát csak azt vették fel, amire szükségük van, és csak az van itt konzerválva, szerves komplex, humusabb komplexek formájában. Ugye hát ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy a világon nem sok olyan bánya van, olyan külszöni bánya, vagy ilyen föld alatti bánya, ahol ilyen humusabb források, lerakódások vannak, kb. 4 van ilyen a világon, abból az egyik legjobb az természetesen Magyarországon van, Bakonyban. A másik forrása ezeknek az ásványi anyagoknak az a víz, az óceán és a tengerek vize. Ennek az egyik nagy kutatója volt René Quinton, ő is egy ilyen méltatlanul elfelejtett tudós, a francia Darwinnak is szokták nevezni. Ő az, aki szintén tudományos alapossággal először mondta ki, hogy az élet az óceánokban alakult ki. Ő fogalmazta meg a homeosztázis törvényét, ami ma is a biológia legáltalánosabb és legfontosabb törvénye. Még egy kicsit, nem? Igen. Ezt az ábrát ő rajzolta fel az 1800-as években. Ő még csak 16 elemet tudott mérni, ugye Linus Pauling már 90-et, de ő még csak 16-ot, de arról a 16-ról is megállapította, hogy ezek összefüggésben vannak egymással. Tehát nem lehet kiragadni egyet. Mindegyik hat az összes többire. Tehát mindegyikre szükség van, és mindegyik kölcsönhatása van mindegyikkel. Tehát nem lehet onnan kivenni egyet, és mondjuk csak magnéziumot pótolni. Hát az ugyanúgy felborítja az egyensúlyt, mindenre szükségünk van, és ezek egy egységet, egy harmóniában vannak egymással. Ugye ha valakinek kétsége lenne afelől, hogy az élet mondjuk az óceánokból származik, akkor itt van ez az ábra, amit már René Quinton is felrajzolt, egy kicsit kitisztítottuk. Az első ábrán az óceánvíz összetétele, az izotóniásan hígított óceánvíz összetétele. A második képen pedig a sejtplazma összetétele, tehát a sejtjénkben lévő folyadéknak az összetétele. Hát nehéz lenne azt mondani, hogy nem ugyanaz. De gyakorlatilag szó szerint megegyezik. Tehát a sejtjeinkben lévő víznek az összetétele megegyezik az óceán víz összetételével. A vérplazma is egyébként az is ugyanaz. És ezt René Quinton mondta ki először,
És ugye a homeosztázis törvénye is azt mondja, hogy a sejt, hogy az élő, biológiai élő rendszerek minden áron az egyensúlyra törekszenek, valamire, valamihez vissza akarnak menni, valami emlékezés van az egészben. Ugye itt ide is írtam ehhez, hogy a sejtjeink emlékeznek. Tehát minden abba az irányba hat, hogy a sejt plazma és a vérplazma összetétele az megegyezzen az óceán, az ős óceán összetételével. Tehát efele mennek a biók, ez a homeosztázis törvény. És mondhatnánk azt, hogy akkor biztos tengervizet kéne inni. Hát nem tudunk tengervizet, tudnánk tengervizet inni, csak az a baj a tengerek vizével, hogy rettenetes módon el van a szennyezve. Tehát olyan szinten piszkos a tenger, hogy azok az algák például, az algák készítményekkel azért kell vigyázni, a tengeri algák készítményekkel, mert magukba gyűjtik ezeket, a jót is, de a rosszat is. Tehát vigyázni kell az alga készítményekkel, mert ezt az óceánból a tengerből kivonják a toxikus anyagokat is. Biztos érdemes megnézni, aki ezt nem hiszi el, hogy a csendes óceánon egy Európa méretű szeméthegy úszik. Tehát nem egy pici, Európa méretű szeméthegy úszik az csendes óceánon. 200-300 méter vastag műanyag, abból áll főleg. Most ami abból kioldódik, hogy ez a biszfenol A, ez közösen lehet a rákkeltő anyag, ez a rákító, amit a mindenokból beleraknak. Igen, akkor honnan, hogyan tudnánk hasznosítani, hogy az óceánban ennyi ásványunk van? Hát a sóból, mert a természet megint csak megalkotta ezt a rendszert, lerakta nekünk a kősót, ugye mondjuk a parajdi sóról beszélek, meg a himalája sóról beszélek, a szürke, piszkos parajdi sóról, mert abban van benne ez a 89-féle ásványanyag, meg a nem a hófehér kicsiszolt sóról, mert az a szervezet számára, tehát a nátriumklorid az a szervezet számára nem egyenlő a sóval. A nátriumkloridot a szervezet nem tudja sóként kezelni, mert neki az a só, amit láttunk a homeosztázis törvényénél is, hogy abban benne van az a 89 anyag, az a só. És ezek a kősó telepek, ezek tengervizek bepárolásából keletkeztek, és ott van, nekünk van félretéve, ugye a jó szürke paradicsom, meg a rózsaszín himalájasó. Én megvizsgáltam mind a kettőt, nincs köztük sok különbség, mint ásványanyagtartalomban. Ez a rózsaszín színe a himalájasónak, ez egy ilyen kálcium-magnézium, kálium-szulfát, ilyen kettős sóból, amit úgy neveznek, hogy polihalit, ettől van a rózsaszín színe. De egyébként az összetételük között nincs igazából különbség, mind a kettő jó. És akkor végezetül, ugye, amiket itt elmondtam, hát ezeket így próbáltuk összegyúrni egy-két termékbe. Az egyik termék az a Luminicum étrendkiegészítő, ami ebből a bakonyban lévő humussal berakolásból készül. Tehát benne van ez a 89-féle ásványanyag. Nem írhattuk rá mindent, mert csak 10-valahányat lehet deklarálni. De higgyék el, hogy benne van a többi is. Benne van. És nagyon megdöbbentő hatása van, valaki folyamatosan szedi. Több energiánk marad, jobban érezzük magunkat. Tehát beindít olyan folyamatokat, amiket nem is gondolnánk. Illetve van még egy nagyon fontos hatása, az a méregtelenítő hatás, mert ez a Unisa molekula ez olyan, hogy beviszi a jó anyagot és kihozza a rosszat. Tehát ez egy ilyen körforgásra képes. Ezt még mi sem értjük mindig pontosan, hogyan tudja ezt megtenni, de hogy még az agyból a hibant is képes kiszedni, ez egyértelmű, de hogy hogyan tudja még a vizeletben vagy a székletben kiüríteni, de ez a mechanizmus még nem teljesen tiszta, de így van. A másik ilyen, hogy egy kis finomságról is beszéljünk, ez az Éden biocsokoládé. Csináltunk egy olyan csokit, amiben homoktól is, szőlőmakkor, kókuszvirágcukor van, minden bio, és egy ilyen szeletbe egy kapszulányi humilikum van bele keverve. Tehát finom is, jó is, tehát gyerekeknek, kismamáknak kimondottan ajánlott, és bio készítmény. És akkor mindezeket így kicsit összefoglalva,
azt biztosan megállapíthatjuk, hogy a teremtésben nem történt hiba. De biztos, hogy jól lett megteremtve a bolygó és az ember és az univerzum is. Amit elrontottunk és amit eltértünk ettől az úttól, azt nekünk saját magunknak kell megtalálni, és úgy gondolom mindenkinek saját magának. Itt nincs kollektív, mindenkinek saját magának, mert egyedül jöttünk ide a Földre, földnevi játszótérre, és egyedül fogunk elmenni. Ugye hallottam, egy ismerősöm mondott egy nagyon érdekes, elmondott dolog kérdés, hogy amikor odaáll a Szent Péter elején, nem azt kérdezi, hogy hol van a feleségem. Ahol mindenki egyedül megy. És ezt az utat mindenkinek saját magának kell megtalálni. Köszönöm a figyelmet. Nagyon köszönöm.